a harmadik Károly, és mit lehet tudni a királyról? A Diana-val kötött házasságával kapcsolatban szerintem nincs olyan, aki legalább nagy vonalakban ne ismerni a történetet, azonban a jelenleg 74 éves uralkodó eddig is tevékeny életet tudhat maga mögött. Ebben a videóban a korábbi Walesi herceg életéről lesz szó nagy vonalakban, érintve a magánéletét, a hivatalos teendőit és egyéb érdekességeket is. Nagy vonalakban, mert a teljes képet általában több száz oldalas életrajzokban szokták megírni a királyi család tagjairól. 2022. szeptember 8-án II. Erzsébet királynő halálával III. Károly lépett trónra, két nappal később, szeptember 10-én pedig az Egyesült Királyság több városában is kikiáltották királynak egy formális, hagyománykövető ceremónia alkalmával. Trónra lépésekor 73 éves volt, ezzel pedig ő volt a legidősebb uralkodó, aki trónra lépett az Egyesült Királyságban. A második legidősebb trónra lépő király IV. Vilmos volt 64 évesen, 1830-ban. 2011. áprilisában 62 évesen Károly a legtöbb ideig szolgáló trónörökössé is vált, mely mondhatni rekordot ezelőtt dédnagyapja, Viktória királynő fia, 7. Edvárd tartotta 59 évvel, 2 hónappal és 13 nappal. Károly 3 éves korától volt trónörökös, tehát több mint 7 évtizeden keresztül zsonglott a kötelességgel, elvárásokkal és a szerepével járó kötöttségekkel, miközben magánéletesen volt nyugodtnak mondható. Charles Philip Otto George néven született 1948. november 14-én a Buckingham palotában, II. Erzsébet királynő, az akkori Erzsébet hercegnő és Fülöp Edinburgh hercegének első gyermekeként. 1950. augusztus 15-én megszületett húga, Anna hercegnő, aki akkoriban úgy írtak le, hogy energikus és mókakedvelő játszótársa a csendesebb, visszahúzódóbb bátyjának. Károly első évei a szüleitől távol teltek, a királynő az idejét az Egyesült Királyság és Málta között osztotta meg, míg Fülöp herceg katonai szolgálatot teljesített a fia születése utáni hónapokban. A kis herceg a második karácsonyát emiatt nem is a szüleivel, hanem nagyszüleivel, 6. György királlyal és Erzsébet királynéval, az anyakirálynéval töltötte Sandringhamben. 6. György korai és váratlan halála 1952. februárjában volt ez az esemény, mely Károly szüleit visszaszólította az Egyesült Királyságba, a mindössze 25 éves Erzsébet trónra lépett, Fülöp herceg pedig felmondta a katonai szolgálatait. Azonban mindössze 18 hónappal a trónra lépése után II. Erzsébet királynő egy 6 hónapig tartó, 13 országot érintő körutazásra indult, az 5 éves Károly herceg és a 3 éves Anna hercegnő nélkül. Ekkor a gyerekeket ismét a nagyszülők és a királyi irodák gondjaira bízták. Az anyakirálynő úgy írt lányának arról az időszakról, hogy amint hazatér, Károlyt idősebbnek találja majd, megnyerő módon, és hogy nagyon ragaszkodó, és a legnyegédebb szeretettel szereti édesanyját és édesapját. Ez volt ez az elválás, amely után a híres kézdázással köszöntette Károly a szüleit hazatértükkor, noha a királynő eltekintett a formalitásoktól, és amíg a gyermekei kicsik voltak, nem kellett fejet hajtaniuk, vagy pukedlézniük előtte. A protokoll egyébként azt diktálja, hogy az uralkodó előtt az összes királyi családtagnak, férfiaknak fejet kell hajtani, nőknek pukedlizni, azonban ez a szabály úgy szól, hogy akkor kell követni, amikor az adott napon először találkozik az egyén az uralkodóval. Martin Charters, a királynő magántitkára úgy fogalmazott, hogy Károly és Anna a gyerekkoruk nagy részét az óvodában és egyéb személyzet társaságában töltötték, Károly pedig valószínűleg zavarodottan szemlélte azt, aminek a természetes anya-fiú kapcsolatnak kellett volna lennie. II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg is egyetértett abban, hogy a gyermekeiket nem szabad, hogy az otthoni oktatás gátolja az oktatás színvonalában és a szociális interakciókban, mely az azelőtt a királyi gyermekeknél bevett szokás volt, hogy a palota falain belül tanítatják őket. Erre egyébként nem sokkal előtte II. Erzsébet húga, Margit hercegnő kapcsán is volt példa, akinek nagy szívfájdalma volt, hogy hiába voltak jó képességei, hiába volt nyitott és kíváncsi, csak nagyon egyszerű oktatást kapott, mondván belőle sosem lesz uralkodó, ezért nincs rá szüksége. Erről bővebben Andrew Morton könyvében az Erzsébet és Margitban esik szó, amit egyébként én nemrég olvastam, és egyébként egészen kerek képet ad a két hercegnő kapcsolatáról, illetve a gyerekkorukról is. Károly első tanéveit a Hill House School-ban töltötte, ezután pedig Fülöp herceg kívánsága volt, hogy fiát a skócai Gordonstownba küldjék bentlakásos iskolába, leginkább azért, hogy Fülöp a saját képére formálja a herceget. Károly érzékeny és visszahúzódó fiú volt, és életrajzírója Jonathan Dimbleby az 1994-es kötetében azt írja, hogy könnyen megijedt az apja erőteljes személyiségétől, miközben az iskola, melyben a testi és lelki erő került középpontba, arra volt hivatott,
hogy Károlyt megerősítse. A Gordon Stern diákjai hideg vízzel zuhanyoztak, kemény ágyakon aludtak, és minden reggel futni mentek függetlenül az időjárás zavartságától. Károlyért az anyakirályné aggódott, akivel nagyon szoros volt a kapcsolata, hogy az unokája rettenetesen el van vágva mindenkitől, és magányos a messzi éjszakon. Dimblaby azt is írja, hogy Károlyt zaklatták az iskolában, és magányos is volt, a gyermekkorát pedig az édesanyja hosszú távollétei határozták meg, emiatt pedig érzelmileg elidegenedett a szüleitől, és rettenetesen vágyott arra a szeretetre és figyelemre, melyet az ő nézőpontja szerint nem tudtak, vagy nem akartak neki megadni. A könyvben arról is szó esik, hogy Károly kapcsolata sokkal szorosabb volt a dodájával, Mabel Andersonnal, míg a királynő csak a fiára kijelölt időt töltötte a gyermekével reggel, a napi sétája előtt, illetve este, a lefekvési idő előtt. Károly úgy jellemezte a Gordon Stern-t, hogy börtönbüntetés, azonban később azt is elmondta, hogy úgy hiszi, az iskola sokat tanított saját magáról, a képességeiről és a gyengeségeiről. Megtanította, hogy elfogadja a kihívásokat és kezdeményezőbbé váljon. Károly a Gordon Stern után a Cambridge-i egyetemre ment tovább tanulni 1967-ben, ahol régészetet és antropológiát tanult a Trinity College-ban, továbbá az amatőr színjátszó kör a Footlights tagja is volt. A diplomája másik felét pedig történelemből abszolválta. Károly az egyetemi évei alatt kezdett jobban megismerkedni Wales-szel, melynek hercege volt 1958. júliusától 9 éves kor óta. Az egyetemi évei alatt teljesített egy 9-hetes nyelvi kurzust Aberystwyth-ben, ahol a walesi nyelvvel és kultúrával ismerkedett meg. 1969-ben történt meg a hivatalos beiktatási ceremóniája, mint Wales hercege, ami azonban heves ellenérzéseket váltott ki a publikumból, részben a királyi család relevanciáját firtatták, részben pedig a walesi nacionalisták tiltakoztak mind a ceremónia, mind annak intézménye és Wales angol megszállása ellen. A nacionalisták többször tüntettek Károly ellen, például Charlie Go Home, körülbelül Kacsi menj haza feliratokat is lehetett látni. Ennek ellenére sok ember támogatta a ceremóniát, amelyre 1969. július 1-én került sor, ahol a herceg angolul és walesiul is hűséget fogadott a királynőnek és a címének is. Az ünnepség után egy egyhetes walesi körútra ment, ezután pedig azt írta a naplójába, hogy úgy tűnik, nagyon sok dolga lesz, és reméli, hogy konstruktív segítséggel szolgálhat Walesnek. Az egyetemi tanulmányai után a királyi légierő Cranwell-i központjába ment, ahol pilótának képezték ki, mielőtt további katonai karrier várna rá, követve apja Fülöp herceg útját. Pilóta engedélyt szerzett, mielőtt a Royal Naval College-ba ment volna Dartmouthba, később pedig helikopterpilótává is kiképezték. Végül hadnagyként szerelt le a katonaságtól. Károlyt a 20-as éveiben playboyként emlegették, melyre egyébként egy nagybátyja Lord Dickie Mountbatten is bíztatta, hogy élje ki magát, amíg tudja. Így vagy úgy a herceget számos nővel kapcsolatba hozták, akiket a sajtó csak Charlie angyalainak hívott, többek között Davina Sheffield vagy Diana hercegné nővére, Lady Sarah Spencer, akivel egyébként az akkor 16 éves Dianával való első találkozásukkor 1977. novemberében a 29 éves herceg találkozgatott. Az egyetlen nő, aki viszont azonnal és tartósan elrabolta a szívét, Camilla Parker Bowles, lánykori nevén Camilla Shand volt, akivel 1971-ben találkoztak. Károlynak imponált, hogy Camilla inkább vidéki lány, mint a legfelsőbb körökben mozgó hölgy, tehát élvezi a lovakkal való törődést, a vadászatokat, és idővel finoman megfogalmazott szerelmes üzenetekkel és késő esti telefonbeszélgetésekkel kezdte bombázni a nőt. Azonban Camilla története, Andrew Parker Bowles-szal való kapcsolata miatt Károlynak nem javasolták a románcot, többek között Lord Mountbatten is ellenezte a kapcsolatukat. Károly dédnagybátyja, aki amolyan vérókaként járatos volt a királyi család botrányaiban, azt javasolta a hercegnek, hogy ne kövesse a szívét, hogy nehogy hasonló helyzetben találja magát, mint 8. Edward, aki 1936-ban lemondott a trónról az amerikai, kétszer elvált Wally Simpson miatt. Károly Nyugat-Indiában tartózkodott katonai szolgálaton, amikor megtudta, hogy Camillát eljegyezte Andrew Parker Bowles, mely kapcsán azt írta Lord Mountbattennek, hogy úgy hiszi, ez az ürességérzés végül elmúlik majd. Alapvetően itt és TikTokon is igyekszem inkább informatív, mint a saját véleményemmel teletűzzelt videókat készíteni, viszont ezzel kapcsolatban egyre inkább úgy gondolom, hogy ez a mozzanat nem csak Károly tragédiája. Őt elküldték messzire, miközben a nőt, akit szeretett és akit a királyi család nem tartott alkalmasnak a trónörökös feleségének,
idővel pedig királynénak, kiházasították valaki máshoz, ezzel pedig megoldottnak tekintették a problémát. Főleg miután Károlyt belekényszerítették a Dianával kötött házasságába, gyakorlatilag abban az időben egy naív és rajongó kislánnyal, aki nem sokkal később trónörököst is szült neki, meg a híres tartalékot. Azzal viszont nem számoltak, hogy Károly és Camilla nem mondanak le egymástól, és persze lehet utálni Camillát, első ránézésre pedig tényleg rosszul állt a szénája, de ennek a történetnek szerintem nagyobb mélységei vannak, mint ahogyan elsőre tűnik. Főleg, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy a teljes igazságot csak ők tudják, amit a sajtó és a publikum tud, vagy tudni vél, az csak egy szelete a történetnek, amit nem utolsó sorban úgy lehet alakítani, ahogy akarnak. És persze Károly és Camilla miatt nem tudták megemészteni a történteket, viszont a monarchiát hiába becézik cégnek is, azért mégiscsak emberi lények alkotják, nem robotok, akármennyire is igyekeznek minimalizálni az érzéseiket, vagy legalábbis amennyit látunk belőle. 1979-ben, amikor Károly Írországban horgászott kapta a hírt, hogy legfőbb bizalmasát, apa figuráját, Lord Mountbattent meggyilkolták, amiért az IRA, az Ír Köztársasági Hadsereg egy nacionalista katonai jellegű szervezet vállalt felelősséget. Míg Károly apja, Fülöp herceg sokszor kritikusan és nyersen állt a fiához, az akkori herceg barátai szerint lekicsinlően is, addig Lord Mountbatten apja helyetti apai támogatással szolgált neki. Károly a naplójában pedig úgy ír erről, hogy az élet soha nem lesz ugyanolyan most, hogy ő elment. Később 2015-ben is beszélt róla, hogy úgy tűnik, hogy mindannak az alapja, ami az életben kedves volt, helyrehozhatatlanul szétszakadt. Habár Camilla soha nem távolodott el igazán Károlytól a következő években, már csak azért sem, mert hasonló körökben mozogtak, emellett közeli bizalmasa maradt az akkori Velszi hercegnek. Károly a 20-as évei végén elkezdett randizgatni, hogy a Fülöp herceg által támasztott határidőnek megfeleljen, és 30 éves kora előtt egy, a monarchiának is megfelelő nőt vegyen feleségül. 1980-ban az akkor 19 éves Diana Spencer Károlyt a Lord Mountbatten elvesztése miatt érzett gyászában is támogatta. Károly és Diana véletlen találkoztak egy házi bulin Sussexben, ahol a későbbi hercegné vigasztaló szavakkal fordult a herceghez, mert magányosnak tűnt, és úgy érezte, szüksége van támogatásra a dédnagybátyja elvesztése miatti gyászában. Károly és Diana mindössze néhány hónapig randevúztak, a lánykérés előtt pedig Károly úgy írt erről egy barátjának Dianáról, hogy a helyes dolgot akarja cselekedni az ország és a családja számára. Az eljegyzést 1981. februárjában jelentették be, ekkor hangzott el az a mára már híressé, vagy talán inkább hírhetté vált mondat, amikor egy újságíró megkérdezte Károlyt, hogy szerelmes a Dianába, hogy whatever love means, tehát akármit is jelentsen a szerelem. A furcsa körülmények ellenére a párt széles körben ünnepelték és szerették. 5 hónappal később, július 29-én kelt egybe a pár, egy már-már mesebeli mennyegzőn, melyet az évszázad esküvőjének is kikiáltottak, azonban már a kezdetek is döcögősek voltak. Egy 2017-es életrajzban Sally Bedell Smith úgy ír a Nice éjszakáról, hogy Károly sírt, Diana pedig már akkor is a bulimiájával küzdött. Károly azt hitte, hogy idővel meg tudja szeretni a feleségét, ahogyan anno a nagyszülei elrendezett házasságában, Hatodik György és Elizabeth Bowes Lyon is megszerették egymást. A párnak 2 gyermeke született, Vilmos és Harry, és noha talán ez volt a legboldogabb időszak a házasságukban, lassan teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy egyáltalán nem passzolnak egymáshoz. Károly folyamatosan féltékenykedett Diana-ra kétesebességgel növekvő népszerűségére, és az emberek iránta érzett szeretetére, miközben túlragyogta Károlyt és az ő szívéhez közel álló fontosabbnak tartott ügyeket. A házasságuk elején egy velszi utazáson azt is mondta, hogy az emberek azért mennek és üdvözlik őket, mert a feleségét akarják látni, és nem azért, mert őt. Egy idő után más irányba kezdtek húzni, 1987-re pedig teljesen nyilvánvalóvá vált a köztük lévő szakadék, Károly pedig ekkor vette fel ismét a közelebbi kapcsolatot Camilla Parker Bowes-szal. Károly és Diana a királynő Annus Horribilisében 1992. decemberében vált külön hivatalosan, a válást pedig 1996. augusztusában véglegesítették. Noha Károly a szüleivel való kapcsolata gyerekként közel sem mondható ideálisnak, ettől függetlenül édesanyját, második Erzsébet királynőt mégis nagyon szerette, és számos nyilvános alkalommal is támogatta, illetve szeretetét is kifejezte felé a maga módján. Anna hercegnő 2002-ben úgy beszélt a királynődől, hogy megértették a kapcsolatukat, illetve a kapcsolatuk limitációit, mely abból fakadt, hogy uralkodói feladatait el kellett látnia,
illetve többször hosszú utazásokkal is jártak ezek a teendők, viszont sosem gondolták, hogy ne szeretné őket úgy, mint bármely más anya. Úgy gondolom, hogy a királynő és Fülöp herceg távolságtartása részben abból is fakadhatott, hogy egyébként a történelem során az arisztokratáknál bevett szokás volt, hogy szinte egyáltalán nem kapcsolódnak a gyermekeikhez, ami természetesen nem volt egészséges, de ez volt az átlagos. A királynő 1926-ban született, olyan emberek között nőtt fel, akiknél még ezek a normák tartották magukat, miközben a 20. század gyorsan változó világához nem tudott, vagy nem akart elég gyorsan adaptálódni, vagy talán nem is tudta eldönteni, hogy mi lenne a legjobban monarchiának. Ne feledjük, hogy a bulvárlapok, a rádió, majd a televízió téthódítása mind olyan tényező volt, amikkel az elődeinek nem kellett foglalkozniuk, az uralkodás és a monarchia intézménye pedig mindig is sérülékeny volt, amihez nem volt használati útmutató. Ez pedig természetesen nem menti fel a hibái alól, de én személy szerint emiatt nem tudom elítélni. Kicsit átfordítva a helyzetet pedig a 20 éves unoka sem várja el a 80 éves nagyitól, hogy TikTok videókat posztoljon, Messengeren cseteljen és minden ügyét online intézze. Ha megteszi, akkor le a kalappal, de ez egy olyan generációs szakadék, ami sok dolgot megmagyaráz, legalábbis szerintem. Véleményem szerint, illetve amennyit én látok belőle, Károly nyitottabb és modernebb, mint II. Erzsébet volt, azonban tény, hogy ő is egy másik kor gyermeke, akinek például még mobiltelefonja sincs. Valójában nincs rá szüksége a korábbi hercegi vagy jelenlegi uralkodói tevékenységeinek elvégzéséhez, de a gyerekei generációjának elképzelhetetlen lenne, hogy ne legyen ott a zsebében az okostelefon, ami egyébként ott is van. Ezzel pedig csak azt akartam szemléltetni, hogy érdemes az emberi hátteret is megvizsgálni, monarchia ide, királyi család oda. Károly második feleségét, Camilla királynét nem fogadta el eleinte a királynő, az egyik királyi családdal foglalkozó újságíró, Penny Junor írta arról, hogy 2002-ben a királynő kifejezett utasításokat adott arra vonatkozóan, hogy a fia és Camilla Parker Bowles közötti kapcsolatot meg kell szüntetni, mert egy káosz az egész, és Károly figyelmét elvonja a munkájáról. Sem II. Erzsébet, sem Fülöp herceg nem vettek részt a 2005-ös polgári esküvőn, viszont a fogadáson a királynő az áldását adta a párra. 2022 tavaszán pedig kifejezte a kívánságát, hogy ha eljön az idő, szeretné, ha Camilla királyné lenne, Queen Consort, nem pedig Princess Consort, mely hercegnői rangban tartotta volna. Károly minden szempontból igyekezett modernebb lenni a szüleinél, például jelen volt a fiai születésénél a szülőszobában Diana-val. Vilmos érkezésekor a fellegekben járt, Harry születésénél mondta el az azóta elhíresült, Istenem, fiú, ráadásul vörös haja is van, megjegyzést, ugyanis mindenképpen kislányt szeretett volna. Később kézzel írt leveleket küldött fiainak, miközben iskolában voltak, azonban 1991-ben komoly kritika érte, amikor Vilmos feje megsérült, és műteni is kellett, azonban Károly még a műtét előtt távozott a soron következő, előre egyeztetett megjelenésére. A bolvár sajtó keményen bírálta, noha mielőtt távozott, a fia orvosa biztosította, hogy Vilmos állapota stabil. Diana halála után az akkor 15 éves Vilmos és a 12 éves Harry a koporsó mögött haladtak, ami szintén heves kritikát váltott ki, bár személy szerint úgy gondolom, hogy ez nem kifejezetten Károly döntése volt. A kritikák mellett Vilmos a BBC-nek elmondta, hogy sok dolog miatt csodálja az apját, később 2020-ban apák napja alkalmából azt is megosztotta, hogy megbocsájtotta Károly múltbéli hibáit, és szerinte ő is legalább annyira pozitív példakép volt számukra, mint Diana hercegné. Károly igyekezett viccelődni a fiaival, megtartta a szigorú neveltetésükre vonatkozó hagyományt is, és többek között nem küldte őket a Gordonstownba, és arra bátorította őket, hogy vegyék ki a részüket a jótékonykodásból, különösen a környezetvédelmi aktivitásból, emellett gyakran töltöttek időt együtt akár síeléssel, akár pólózással. Ugye a Harry herceg könyvét még mindig nem fejeztem be, de az alapján, amit eddig olvastam belőle, az a benyomásom, hogy Károly igyekezett jó szülő lenni, csak nem feltétlenül tudta mindig, hogy hogyan kellene csinálni. És akkor itt visszakanyarodnék ismét a korábbiakhoz, illetve az emberi tényezőhöz. Ha nem jön természetesen, mert nem ezek a saját gyerekkori tapasztalataid, de ettől függetlenül mégis próbálkozol, az mindent összevetve szerintem igenis pozitív. Károly maga több mint 400 szervezetet és egyesületet támogat, és leginkább az előre tekintő mentalitásáról ismert. A környezetvédelem és a fenntarthatóság kiemelkedő szívügyei, de a klímaváltozással és építészettel foglalkozó szervezetekből is sokat támogat. 1976-ban hozta létre a Princess Trustot,
mely olyan 11 és 30 év közötti fiatalokat támogat, akik sérülékeny helyzetben vannak, munkanélküliek, iskolai gondjaik vannak, vagy nagy eséllyel válhatnak kirekesztés áldozataivá. Összesen 16 jótékonysági szervezetet alapított, melyeknek ő az elnöke, illetve ezeket gyűjtő néven Princess Charities-nek hívják, melyek az Egyesült Királyságban évi több mint 100 millió fontot gyűjtenek. Károly sok humanitárius ügyet is támogat, többek között szót emelt a rasszizmus ellen. Az egyik első világvezető volt, aki aggályait fejezte ki Ceausescu diktatúrája ellen, később pedig a román árvákat segítő FARA szervezetet is támogatta. 2020-ban az első brit támogatója volt az International Rescue Committee-nek, akik olyan menekülteket segítenek, akik háború, természeti katasztrófa vagy üldözés miatt hagyták el a hazájukat. 2022. decemberében 1 millió fontos személyes adománnyal járult hozzá egy londoni ételkiosztó hálózat működéséhez, akikhez a megélhetési válság miatt egyre nagyobb tömegek fordulnak segítségért. 2023. februárjában Kamillával közösen adományozott a török szívfölrengés áldozatait segítő szervezetnek. Károly egyébként nem csak az Egyesült Királyságban, hanem a nemzetközösség szerte törődik a projektjeivel, illetve a szervezeteinek kiterjesztéseivel. 1987-ben írt egy könyvet a Vision in Britain címmel, melyben az építészeti meglátásait fejtette ki bővebben. Ezeket a gondolatokat pedig tettek is követték, ugyanis nem sokkal a könyv megjelenése után elkezdték megtervezni Poundbury városát. A projekt végét 2025 körülre ígérik, azonban a dél-angliai Dorset megyében fekvő és Dorchester kiterjesztésének is nevezett települést évek óta lakják. A tervek szerint, mire teljesen elkészül, körülbelül 6000 ember tud majd befogadni. Alapvetően a gyalogos forgalomnak tervezték a városkát, hogy mindent meg lehessen közelíteni akár így, akár tömegközlekedéssel, az autós forgalmat pedig erősen korlátozzák. Károly rengeteg kritikát kapott Poundbury-re, sokan kifejezetten csúnyának tartják, szerintem például nagyon cuki, én nagyon szívesen élnék itt, de ez már nyilván preferencia kérdése, hogy az ember egy több milliós nyüzsgő fővárosba vágyik, vagy egy vidéki kisvárosba, ami a nyugalom szigete. Károly először 21 évesen beszélt a környezetvédelemről, de nem csak beszélt róla, hanem ő maga is igyekszik tenni érte. Nagyon szeret kertészkedni, és egyszer azt is megosztotta, hogy beszél a fákhoz és növényekhez, és szereti meghallgatni is őket, ami szerinte alapvető fontossággal bír. Kertészkedés iránti szenvedélye 1980-ban kezdődött, amikor a Highgrove birtok a tulajdonába került, 1990-től pedig biogazdálkodással is foglalkozik, ugyanis ekkor jelent meg a Dutchy Originals névre keresztelt márkája. Ez a márka napjainkra több mint 200 fenntarthatóan előállított terméket dob a piacra, az ételtől a kerti bútorokig, 2010-ben pedig 6 millió fontos éves bevétellel zárt, mely pénzt Károly a Princess Charities-be forgatta és forgatja vissza. A király 2021-ben a BBC-nek elmondta, hogy heti két nap nem eszik húst és halat, heti egy nap pedig a tejtermékeket mellőzi az étrendjéből a fenntarthatóság miatt. 2022-ben megerősítésre került, hogy reggelire gyümölcssalátát, magokat és teát fogyaszt, azonban nem ebédel, csak az utódai tea alkalmára vesz ki egy szünetet, majd este fél kilenckor vacsorázik, ezután pedig éjfélig vagy annál tovább folytatja a munkát. 2022 karácsony előtt a PETA állatvédő szervezettel megegyezett, hogy egyik királyi rezidencián sem szolgálnak fel ezután libamájat, noha a király a saját tulajdonú rezidenciáin már közel egy évtizeddel ezelőtt betiltotta őket. Még egy ilyen érdekesség, hogy a koronázási szent olaj, melyet ceremoniálisan is felkenik, vegán, tehát csak növényi zsírokat használtak az összeállításához, míg második Erzsébet olaja tartalmazott állati eredetű zsírokat, olajakat. Ez egyébként csak néhány példa, ennél sokkal több környezetvédelmi ügyért szólalt már fel, továbbá tett lépéseket az érdekükben. Károly fontosnak tartja az alternatív gyógyászatot is, többször lobbizott már annak érdekében, hogy az NHS, a National Health Service a háziorvosokon keresztül javasoljon gyógynövényeket és alternatív kezeléseket is a pácienseknek. A király ebéli törekvései kaptak hideget-meleget, többek között azért is, mert a Dutchy Originals ilyen termékeket is kínál, ami egyesek szerint a kiszolgáltatott emberek anyagi kizsákmányolása, továbbá az orvosok is megvétózták az alternatív gyógyászat szélesebb körben való promotálását, mert az alternatív terápiák többsége klinikailag hatástalan, és jó néhányuk kifejezetten veszélyes is.
Károly egyébként kedveli a sportokat is, az egyik kedvence az angol póló, emellett a 2005-ös Egyesült Királyságbéli betiltásai kedvelte a rókavadászatot is, továbbá a Balmorához közel fekvő Dee folyón is szeret horgászni. A sport mellett a művészetek támogatója is, több mint 20 ilyen szervezet élvezi a király figyelmét. Károly a korábban említett színészet mellett a kezeivel is szeret alkotni, több képet is festett már vízfestékkel, melyeket jótékonysági érvelésre bocsájtottak, továbbá több könyvet is írt az általa fontosnak tartott témákról. A király a média és a közösség általi elfogadottsága erősen hullámzott az évek során. Voltak olyan időszakok, amikor a publikum véleménye szerint azonnal le kellett volna mondania, amint trónra kerül, és voltak időszakok, amikor már-már semlegesnek volt tekinthető ez a vélemény. Mióta ténylegesen trónra lépett, egy 2023 áprilisi felmérés szerint 55%-os az elfogadottsága, ami egyébként egészen jónak számít, már csak azért is, mert eközben vannak olyan rokonai, akik a 0%-ot karcolgatják. Károly személyes vagyonát 1,8 milliárd angol fontra becsülik, melyben benne vannak a birtokai és ingatlanjai, az általa birtokolt ékszerek, a befektetései, műkincsei, versenylovai és autói is. Károly walesi hercegként elsősorban a cornwalli hercegségből szerezte a bevételét, mely egy körülbelül 54 ezer hektáros terület, melyen mezőgazdasági, lakó és kereskedelmi ingatlanok is vannak, valamint befektetési portfólióval is rendelkezik. Természetesen Károlyt lehet szeretni és nem szeretni is, azonban ne a Korona című sorozatot vegyétek alapul a véleményetekhez, ami rengeteg fiktív elemmel operál. Ebben a videóban valóban inkább pozitív képet festettem a királyról, mert jelenleg úgy gondolom, hogy ő is csak ember, aki noha sokszor hibázott, a rendelkezésre álló információk alapján ezt nem kifejezetten ártó szándékkal tette, inkább miközben a szívét vagy a fejét követte, sokan sérültek. Nem utolsó sorban jelenleg 74 éves, ez már tényleg az a kor, amikor az ember inkább a stabilitásra törekszik, főleg ha közben ő az Egyesült Királyság és a nemzetközösség több tagállamának is uralkodója. Ráadásul II. Erzsébet királynő 70 éves munkáját kell valahogyan folytatnia, ami szintén nem kis feladat, tekintve, hogy közel egy emberöltönyi időt töltött a trónon, és a folyamatosság mintaképévé vált. Mindent összevetve nekem Károly eddig kifejezetten szimpatikus király, aztán majd lehet, hogy később változik a véleményem, ahogy kicsit árnyaltabb képet kapok róla. Ezt a videót pedig tényleg csak egy ilyen kis összefoglalóként terveztem megcsinálni, hiszen ahogyan az elején is elmondtam, tulajdonképpen lehetetlen szerintem a racionális hosszúságú YouTube videóba mindent belesűríteni, nem is akartam, mert nem gondolom, hogy az célra vezető lett volna. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted, de tetszik, amit csinálok, akkor iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a csengő ikont, ha szeretnél értesítéseket kapni az új feltöltésekről. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!